Üdvözlök mindenkit, Necrocream vagyok. Hát nem csodálatos gamernek lenni manapság. Tehát kijön egy ilyen játék, mint az Anthem Division 2. Battlefield 5, Warframe, tehát olyan kurva jó játékok vagyunk, és játékok vannak odakint, és ezek a játékok most arra felfedezték ezt a live service ugye? És ezáltal a live service által ilyen heti, havi esemény, események vannak, és úgy érzed, hogy mindegyiknél ott kell lenned, mert ha nem, akkor valamiről le fogsz maradni. Na most félértés, és ésszük, ilyen lesz az Antevi is, és ezt a videót azért hogy egy kicsit, hogy hogy úgy kezdenek szerte foszlani az aggodalmaim. Persze lehet, hogy csak elvakult vagyok egy kicsit a játékkal kapcsolatban. Úgy érzem, hogy eddig őszintén sikerült beszélni a videókban az Antemről, hogy megfogni a rossz, a jó oldalát, mit ígértek, mit kaptunk, mit nem kaptunk. De van egy olyan érzése, hogy a BioWare nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz beta, vagyis hát demó nagyon-nagyon rossz demo sok szekciót, vagy játék szekciót, vagy játék részletet választottak ki, hogy nekünk megmutassák az Antemnek a potenciáját. Mindenki úgy érezte, hogy a demó kevés volt, és erre ugye bejöttek a problémái is az egész történésnek, és a Bioware úgy érezte, hogy feje fölött összecsapnak a hullámok, ezért egyre-egyre több információt nyomtak ki az Antemről, és ez egyre-egyre több információ volt az, ami nekem kezdett, kezdte szertefosztani az aggodalmaimat, hogy lesz benne gameplay, lesz benne endgame, és mi a legfontosabb, mi a legfontosabb, hogy a Shaper Stormok -ok tényleg lesznek úgy, ahogy, vagy legalábbis legjobban megközelíthetően, ahogy az E3 trailerben láttuk. Lesz villámzás, megváltozik a környezet, eső, anyám kínja, mert hogy az, ami a demóban volt, az tényleg csak egy kis event volt, és ha minden igaz, ugye egy ilyen Shaper Storm hetente egyszer az Antemben lesz egy ilyen, és ezzel zárul, egy ilyen eseményen zárul a heti event uh, sorozat, szóval ja, és ez, és ez folyamatosan elméletileg fenn fogják tartani, és folyamatosan lesznek ilyen éventek. Ez már eleve jól hangzik. Szóval, ha ott vagyok, hogy ez egy 50 fontos játék volt, akkor ha már nyújt egy 50 órás szórakozás, az egy font per óra... Na jó, már megérte, nem? Tehát egy font per óra már megérte. Szóval... Öm... Ha más, ha más nem is lesz az Antebo, csak egy jó singleplayer, egy single singleplayer, single de ö, mondjuk nem túl sok ö, endgame és az endgame utáni tartalom, ö, akkor akkor legalább kaptunk egy 50 órás szórakozást, vagy őszintén. De Addig biztos eltart. Szóval, akármi van, ö, már valószínűleg nem bántam meg, hogy megvettem ezt a játékot. Azon kívül pedig uh, kijött a launch trailer, hát nem tudom láttátok -e, gyerekek, de ú, Isten ilyen összevágott trailer volt, azt, azt meg kell hagyni, nagyon profi, a legjobb elkapott jelenetekkel volt megcsinálva, és uh, a másik, tehát nem akarom magam becsapatni, a, egy trailer által, jó jól nézett ki, kurva jól nézett ki, ezt én. Nem akarom magam becsapatni egy -e trailer által. Látszott, hogy a legjobb jeleneteket vágták meg. Látszott, hogy in-game e trailer és hogy robbanás, itt olyan effekt, ilyen effekt, szóval jó sűrűre meg volt csinálni, hogy látszod, hogy, hogy az Antem egy élő világ, és minden bizonyal az is lesz, hogyha a játékosok jól együtt működnek, együtt nyomják el az ultit, és a többi kurva jól néz ki ettől a játék, és Teljesen rendben van. De a másik, ami megnyugtatott, hogy ebben a trailerben különböző helyszíneket mutattak be, és nem, tehát nem tűnt annak, hogy az Antem egy nagy, zöld, hegyekkel ellátott terület lesz, hanem tényleg fogunk menni látni vulkanikus például. Ott volt ilyen vulkanikus részek, és ettől, ettől jól nézett ki a játék. A másik dolog, hogy úgy gondolom, hogy nagyon sok trailer a magát a single player fogta, és onnan vágtak ki a leg, legtöbb jelenetet, legtöbb ilyen átvezetőt. Onnan láthatunk, és ez azért csalóka lehet egy kicsit, szóval arra készüljünk fel, hogy megeshető az Antem legjobb, legszebbnek számító jelenetei éppen átvezető animációk lesznek a single playerben. Szóval no, nagyszerű kis világban élünk, hogy gamernek lehessünk, főleg, mert mondhatni azt, hogy jelenleg a piacon három ilyen nagy game versenyzik a játékosok, és ez a három nagy game hasonlóan, hasonló egymáshoz, ugye Destiny, antem és a Warframe. A Warframe tör előre, mint a gőzozdony, a, a Destiny 2 végre felzárkózik és most hogy a Bungie szabad lett, remélhetőleg még jobban fel fog zárkózni és az Anthem pedig egy új, hogy is mondjam uh magányos himként próbál magának utat törni, hogy az állatvilágba is legyőzni a két trónon lévő uralkodót, mondhat így, úgyhogy remélem, hogy egy jó egészséges verseny fog kialakulni, amit mi géverek fogunk ebből profitálni, és, és kiélvezni ezt az egészet. Tehát én jelen pillanatban egy Pár játékkal játszom, szóval a battlefield -ot ott a listával, a Warframe ott a listával, az Anthem ott lesz a listával, a Division 2 ott lesz a listával, és ezek szerintem mind tök jó játékok, akivel el lehet ütni az időt, jó lehet szórakozni kézsüvel, akár vagy professzionális szinten is, és ö, most megjelent például az Apex Legends is, ugye egy Battle Royale játék a titanfall -osoknak. szóval most ugye el, el lehet lenni egy darabig Igaz? Szóval ja. Srácok, ennyi lett van egy kis rövid videó, hogy úgy, hogy úgy, nem tudom, beszélgessünk egy kicsit az Antem, mielőtt megjelenik. Ha tetszett, akkor dobj a lájkot, iratkozz fel további, Antem tartalomért. rá a kis csengőjeles kére, hogy még értesítést is kap róla, hogy a gyönyörű hangomat hallhassd. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!